János király meghalt. A fia csecsemő. A nemzetnek nincs vezére. Az ország hasonlít most azokhoz a címerekhez, amelyekben egymásra mérgesen ágoskodó griffek nyúlnak a köztük lebegő koronáért. A nemzet gondolkodása meg van zavarodva. Senki se tudja, hogy a pogány török uralmától féljene jobban, vagy pedig a keresztény német uralmától. A német Ferdinánd rákülte Budára az ő vén totya generálisát, Roggendorfot. A török császár maga indult el, hogy feltűzze a félholdas zászlót a magyar királyi palotára. Vala pedig akkor az idő az 1541. esztendőben. A Mecsekország útján egy augusztusi holdfényes éjjelen két lovas üget fel a hegynek. Az egyik egy beretvált arcú, fekete köpenyeges sovány ember, Bizonyosan pap. A másik egy alig 16 éves fiú. Mögöttük egy lovas szolgakocog az úton. A szolga nyerek helyett két tömött zsákon ül. A hátán is egy nagy bőrturba, vagy amint ma mondjuk, tarisznya. A turbából három nyélféle valami áll ki. Az egyik, hogy megvillanik olykor, láthatóképpen puska. Egy vén vastag vadkörtefa fasötétlik az út mellett. Ott ugratnak be az útról a lovukkal. Hát ez az? kérdezte a papa fát végignézve. Ez? felelte a fiatalember. Gyerekkoromban bagoly fészkelt benne, azóta az odunak is meg kellett tágulnia. Ha több nem, egy ember elfér benne. A ló hátáról mindjárt felcsimpeleszkedett a vadkörtefára, és egy ugrással ott termett a vastag vén törzsökön. Belekurkált a kardjával a pudvás faderékba, nem röpül ki belőle semmi. Beleereszkedett. Ketten is beleférünk, kiáltotta vígan. Újra kimászott, és leugrott a gyepre. Hát akkor dolgozzunk, szólt a pap, és ledobta magáról a köpenyeget. Gábor pap volt, a diák meg bor nem Azóta, hogy nem láttuk őket, nyolc esztendő telt el. A pap nem sokat változott, mindössze a szemöldöken nőtt ki. Szakállát, bajuszát bizonyosan a forró víz nyomai miatt beret válta, és hát kisé megsoványodott. Annál inkább változott a fiú. A nyolc év csak nem férfi lelte, de csak termetben. Az arca az a határozatlan, se szép, se csúnya valami, amilyen a 15 esztendős fiúké szokott lenni. Csak az arca színe maradt meg, az a pirosas barna, gyönge szín. A váligérő hullámos haj az akkori idők férfi divatja volt. A szolga két ásót vett elő a tarisznyából. Az egyik ásót a pap vette a kezébe, a másikat a fiatalember. Az országútra mentek, és az út közepén, a fa irányában gödörásásba fogtak. A szolga letette a gödör mellé a két zsákot, s visszatért a lovakhoz. Levette róluk a kantárt, békót vetett a lábukra, hadd legeljenek a jó harmatos erdei fűben. Aztán ő is munkába fogott. Az öblös bőrtarisznyából kirakott mindent, kenyeret, kulacsot, fegyvereket. A tarisznyába azt a köves földet kotorta bele, amit a két ásó kifordított. Széjjel szórta az árokba. Visszatértébe meg erős, nagy köveket hordott a gödör mellé. Nem telt belé egy óra, derékig állt már a két ember a gödörben. Elég, szólt akkor a pap. János, most már a zsákokat ide! A szolga odacipelte a két zsákot. A puskát ne tedd a harmadba, szólt rá a pap aztán tovább parancsolgatott. Fogd ezt az ásót, ás árkot a gödörtől addig a vadkörtefáig. fáig. Az árok itt az úton egy rőf mély legyen, a gyepen fele mély is elég. A gyepet úgy szed fel, hogy visszarakhassuk. Semminek se szabad a munkánkból meglátszania. Míg a szolga az árkotásta, a két úri ember beleeresztette a két zsákot a gödörbe. A zsákokban puskapor volt. A zsákokat megtiporták, és nagy köveket hortak rájuk. A kövek közét betömködték apró kővel, földdel. A szolga ez alatt megásta az árkot a fáig, s megfalaszta kővel. A gyújtózsineg abban az árokban húzódott tovább. Lapos kövekkel fötték be mindvégig, hogyha eső esik is, át ne vizesedjen. Na, mondja vígan a szolga, most már tudom, hogy mi készül itten. Hát micsoda János? Valaki itt az égbe röpül. És mit gondolsz, kicsoda? Kicsoda? Hát bizaszt könnyű kitalálni. Holnap jön erre a török császár. Ma, felelte a pap a pirkadó égre tekintve. Mikor a kelő nap megvilágította az országutat, nem volt már semmi nyoma sem a gödörnek, sem az ároknak pap megtörölte a homlokát. Most már, János fiam, ülj lóra, és eredj fel a mecsek tetejére. Menj mind halálig, mint halálig, míg csak oda nem érsz, ahol az utat végig lehet látni Pécsig. Értem, uram? Mink a diákkal itt lefekszünk a fa mögött 20-30 lépésnyire, te pedig vigyázol, mikor jön a török. Mihelyt az első lovast meglátod, nyargaj vissza és költs fel bennünket. A pap ezzel befordult az erdőbe. Jó füves helyet kerestek a diákkal, leterítették a köpönyegüket, s legott, el is aludtak mind a ketten. Délfelé sebes vágtatással tért vissza a szolga a hegy tetőről. Jönnek, kiáltotta. Rémítő nagy had mint a tenger. Aztán mikor odaért, folytatta. De mind szekéren ül az ebatta, mintha beteg volna. A pap a diákhoz fordult. No akkor elmehetünk ebédre ahhoz a te másik apáthoz, Cecei uramhoz. Oda. A diák kérdőn nézett a papra, a szolga is. A pap mosolygott. Egy nappal korábban jöttünk. Hát nem érted? Ezek a táborverők. Ezek előjárnak, s leverik a sátorkarókat, felvonják a sátrakat, hogy mikorra a sereg mohácsra érkezik, készen találja a fekvőhelyeket meg a vacsorát. Hát akkor gyerünk cecei uramhoz, mondta vígan a diák. A pataknál leszállottak és megmosakodtak derekasan. A diák egy csokor vadvirágot szedett. Kinek lesz az Gergő? A feleségemnek, felelte Gergő mosolyogva. Feleségednek? Mármint csak úgy mondjuk, a kis cecei Éva lesz az én feleségem. Együtt gyermekeskedtünk, aztán, hogy az apja fiának fogadott, valahányszor meglátogattam őket, mindig meg kellett csókolnom. Remélem, szívesen tetted. Meghiszem azt. Olyan az orcája, mint a fehér szegfű. De még ebből nem következik, hogy a feleségednek tekinted. Az öreg pap azt mondta, hogy nekem szánták a lányt. Ceceinek a testamentoma szerint enyém lesz a lányjal a falu is. E szerint az öreg pap titkot árult el. Nem. Csak figyelmeztetett, hogy méltó igyekezzek lenni erre a szerencsére. De hát boldog leszel te avval a lányjal. A fiú elmosolyodott. Nézze meg őt, mester. Ha meglátja, nem kérdezi többet, hogy boldog leszek-e vele. A ló megszökem lett a diák alatt, és néhány lépést előre futott. A diák megállította a lovát, és gyönyörűséges szemmel mondotta. Olyan ez a lány, mint valami kis fehér macska. A pap mosolygott, és a fejét csóválta. Sűrűbe értek. Le kellett szállniuk a lóról. Gergely ment elől. Ő tudta, hogy ez a sűrűség takarja a falut. Mikor alárobogtak a völgybe, a házakból kifutottak az asszonyok. Gergő! Az a Gergő! kiáltották örvendezve. Gergely a süvegét lengette jobbra-barra. Jó napot, Juci néni! Jó napot, Panni asszony! Az úrék nincsenek ám itthon, kiáltotta az egyik asszony. Gergely meghökkent. Megállította a lovát. Mit mond néném asszony? Elmentek! Elkötöztek. Hová? Budára! Gergely elámult. Mind balga gyerek remény. Azt gondolta, így felelnek vissza. Nem, a kisasszony itthon maradt. Pedig hát előre látható volt, hogy egyenesen így felelnek. Mind bizony, még a papunk is velük ment. Mikor? Szent György nap után. De hát valaki csak van a háznál. Hát a török. Gergely kedvetlenül fordult a paphoz. Budára mentek. György barát már régen adott nekik ott egy házat, de nem értem, hogy nekem nem beszéltek erről, hiszen a farsangon itt jártam. Hát akkor nem kapunk ebédet. Dehogy nem, hiszen itt a török. Micsoda török? A cecei törökje, tulipán. Az itt a mindenes. Hanem itt vagyunk a temetőnél. Engedje meg, hogy egy percre betérjek. Az anyám itt lakik. Orgona bokrokkal kerített temető látszott a ház mögött, nem nagyobb egy ház helynél. Csupa fa kereszt, az is, mint csak kérges fából. Név egyiken se. Átadta a lovát a szolgának, s ő maga besietett. Megállott egy immáron megsüjjett barna fa keresznél. rátette a sírra a vadvirágot, és letérdelt. A pap is leszállott, odatérdelt a fiú mellé, és arcát az ég felé emelve hangosan imádkozott élőknek és holtaknak, Ura, mennyben lakó Isten. Adj csendes álmat az itt porladozó jó édesanyának. Adj boldog életet az itt térdelő árva fiúnak. Ámen. És magához erelte a fiút, és megcsókolta. Az úriház csak nem szemben állt a temetővel. A kapu már akkor fel volt tárva, és egy tömzsi piros asszony barátságos mosolygással nézett a jövevényre. Jó napot, tulipánné, szólt a diák. Hát hol az ura? Mert tulipánnak az a dolga, hogy nyissa a kaput. Részeg, felelte bosszusan az asszony. Részege? Az. Minden nap ellopja a pince a cudar, pedig minden nap máshová dugom. Ma már a mángorló alá tettem, ott is ráakadt. Hát ne dugdossa, ha rendesen ihat, nem iszik annyit. Jaj, dehogy nem, úgy hiszik, ez, mint a gödény. Csak iszik meg Danol, nem akar dolgozni az átkozott. A szederfa hűvösén csak ugyanott ült egy barna parasztember. Alatt a gyékény, előtte zöld mázos kancsó. Még nem volt annyira részek, hogy a kulcsot el lehetett volna tőle venni. A fiával ivott, egy hat éves kis mezitlábas gyerekkel, akinek a szeme szintén olyan fekete volt, mint az apjáé. Az a török kapott kegyelmet ezért ceceitől, mert azt mondta, hogy tud sakkozni. Később kiviláglott, hogy sakkozni nem érdemes vele, hanem a ház körül minden munkára használható. Különösen főzni tudott jól. Szakács volt az apja valamelyik basánál. Az asszonyok megkedvelték, hogy megmutatta, hogy szokás piláfot, bőreket, malebit vagy szörbeteket főzni, és sokat bolondoztak vele. Cecei meg azért szerette meg, mert a török fakezett faragott neki. Olyan fakezett, hogy ujjai is voltak. Ha kesztyűt húzott rá, senki sem mondta volna, hogy fából van a keze. Az öreg legerőször is nyilazni próbált. Lehozatott a padlásra egy akkora íjat, mint ő maga. A fakézzel ki tudta feszíteni. És akkor az öreg megtette a törököt mindenesnek. Az egyik magyar menyecskének eresett abban az időben az ura. Hát a török összemelegedett vele, aztán elvette feleségül. Persze előbb megkeresztelkedett. Olyan jó magyar rá vált, mintha itt született volna. Mikor megpillantotta a diákot meg a papot, fölkelt, és törökösen keresztbe tette a mellén a kezét. Meg is akart hajolni, de mert a meghajlás orrabukással végződött volna, mindössze egy előre tántorodással fejezte ki a tiszteletét. – No, tulipán! – szólt a fejét csóválva Gergely. – Hát mindig iszunk. – Kell inni! – felelte tulipán komolyan. – 25 évig török lenni, nem inni. Ezt helyre kell inni, de ha maga részeg, akkor hogy főz mi nekünk ebédet? Főz a feleségem, felelte Tulipán. A hüvelyk ujjával az asszony felébökött. Főz túrós csúszát is, az a jó. De mink piláfot szeretnénk. Főz azt is, tud. Hát az úr hol van? Budán. Jött levél, ment uraság, kapta ház. Szép kisasszony ül házban, mint rózsa a kiskertben. A diák aggódó arccal fordult a paphoz. Mi lesz velünk, ha a török eltalálja foglalni a várat? Ho-ho, felelte a pap, előbb elvész az egész ország, hogy sem Budavára. És hogy Gergely még mindig aggodalommal nézetre áll, folytatta. Az országot a nemzet őrzi, Budavárát maga az Isten. Tulipán kinyitotta az ajtókat. A szobákból dohos levendula illat dőlt kifelé kitárta az ablakokat is. A pap belépett. Tekintete a falon függő arcképen állt meg. Tán ez itt a cecei? Ez, felelte Gergely. Csak hogy most már nem ilyen barna. Fehér. Hát ez a kancsal kisasszony. <laughs> ez a felesége. Nem tudom, kancsal volt-e akkor, mikor festették, most nem kancsal. <laughs> Keserű asszony lehet. Nem, inkább édes. Én úgy hívom őt, hogy anyám. A fiú, hogy otthon érezte magát, széket tett a pap elé, és boldog arccal mutogatta az ócska bútorokat. Nézd, mester, itt szokott ülni vicuska, amikor var. A lábát erre a zsámoira teszi. Itt szokta nézni ebben az ablakban a napnyugvást, és olyankor a feje árnyékot vet a falra. Ezt a képet ő rajzolta. Szomorú fűszfa meg egy sír. A pillangókat én festettem bele. Aztán lássa, ahogy itt ül a széken, így szokott ülni. Így felkönyököl, a fejét féloldalt fordítja, és olyan pajkosan mosolyog. De olyan pajkosan, hogy olyat ember még nem látott. Jó, jó, felelte a pap fáradtan. De sürgest, fiam, az ebédet.